Én azt gondolom, hogy a csapatrendben volt, azt el kezdem mondani, hogy egyrészt a szakmai oldalról az elmúlt négy forduló sikertelensége után részünkről a stáb részéről sem volt könnyű csapatot talpra állítani és felkészíteni. Aztán ugye jött ez a héten, jöttek ezek a negatív hírek, tehát azért így elég nehéz a csapatnak felkészülni jó egy mérkőzésre, de azt mondom, hogy talappal a srácok előtt. Azt gondolom, hogy megmutatták végre, hogy tudnak focizni, hogy milyen sportemberek, és hát még a mérkőzés közben is jöttek a sokkok. Ugye egy sima mérkőzés lehetett volna egyébként, hogyha a helyzeteinket jól használjuk ki. Aztán jött az egyik sok, aztán a másik. Nyilván ezek miből adódnak, rutintalanság, tiszta fej hiánya, nem tudom, összeszokatlanság, sok mindenre lehetne fogni, nem tudom. Fölálltunk kétszer belőle, én azt gondolom, hogy ezek a körülmények között óriási teljesítmény, és ha azt veszük, hogy az első, vagy abban a három forduló, amit elveszítettünk, talán a Tisza-Kécskét leszámítva a másik kettőn, ugyanilyen meccset játszottunk és kikaptunk. Én nem bízom benne, hogy ez most egy fordulópont volt a csapat életében is, és jobb eredmények jönnek, de az legfőképpen a háttérben is remélem, hogy egy fordulópont lesz a héten, és kapunk valami pozitív megerősítést, mert így azért nagyon nehéz.